Köszöntöm a Klöcsér televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az új edző Dajka László irányításával készül a kisvárdai futballcsapat. Az élmezőnyben szeretne végezni a következő szezonban a Blue Sharks. Az Egyesült Államokban járt a Nyíregyháza Tigers 6 játékosa. Ősszel rajtol a megyei utánpótlás futszál, illetve női bajnokság. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli. A héten már az új vezetőedző Dajka László irányításával készült a kisvárdai futballcsapat. Az újon szombaton felcsúton a Puskás Akadémia ellen lép pályára. Ebben a labdarúgásban nincs könnyű feladat. Nincs könnyű feladat se a Videóton edzőjének, se a Ferencvárosének, se a kisvárdájének. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ez a második hazám. Én egy Szabolcs megyei gyerek vagyok. Rakamazi, nyíregyházi születéssel, Kisvárdán 4 év gimnázium, innen lettem 30-as ifjúsági válogatott. Nagyon sokat nem kellett gondolkodnom. Úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen van egy-két olyan dolog a tartsajban, amivel megpróbálok segíteni a kisvárdai futballnak. A feladat nem könnyű. Mindenféleképpen megpróbálom megismerni a játékosokat, mert most már azért ez elég közel vagyok, már az elmúlt héten is láttam és figyeltem őket, és csapatjátékban, csapattaktikában, csapatszerkezetben, tehát a csapatban gondolkodunk, de azt látom, hogy a csapat részeket is egy-két dologra meg kell tanítani. Na most ezen vagyunk, ezeket a dolgokat gyakoroljuk, és ha csak ennyit vissza fogok kapni belőle, én már elégedett leszek. Milyen csapatot szeretné látni a pályán? Mi a te edzői hitvallásod? Ugye ebben a mostani NB1-ben azt lehet látni, hogy egy gólt is nagyon nehéz szerezni, és ha egy gólos hátrányba kerül egy csapat, nagyon nehéz azt az egy gólt kiegyenlíteni. Amit én láttam eddig a csapatomtól, hogy ami óriási probléma, hogy keveset van nálunk a labda. Na most óriási energiák mennek el a labdaszerzésre. Tehát a 90 percből, ha 60-at nyomozzuk a labdát, akkor abba elkészülünk. Tehát szeretném egy picit stabilabbá tenni a labdatartást, legyen egy picit nálunk többet a labda, próbáljunk meg a labdatartásból, ritmusváltással támadást vezetni, és természetesen a labdaszerzést elindítani már a félpályánál, és labdaszerzés után is ellentámadásba lendülni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy van mivel foglalkoznom jelen pillanatban bőségesen. Ehhez képest minimális idő áll rendelkezésemre, mert tudom, hogy körülbelül ezeket a dolgokat mennyi idő alatt lehet átadni. De még egyszer mondom, hogy ahogy az előbb is mutattam, ha egy picit is át tudok adni, és az emel a csapaton, és pozitív dolgokat látok, akkor nem tudok mást mondani, csak hogy elégedett leszek. A tabella úgy áll, hogy egy hétvégi esetleges idegenbeli győzelemmel a Puskás Akadémia otthonában akár több helyet is előléphet a Kisvárda jelenlegi 12. helyről. Milyen messze lehet számítani felcsúton? Nekem nem tisztem foglalkozni nagyon a felcsúti csapattal, csak annyi, hogy ők sem kapták el a rajtot, de itt az országban mindenki tisztában van a Puskás Akadémia állományával, meg tisztában van, szerintem lassan tisztában lesz a Kisvárda állományával is, de én úgy gondolom, hogy mint ahogy említetted, kevés gól van, nagyon meg kell küzdeni egy gólért. Mi ezt szeretnénk, hogy nagyon-nagyon megnehezíteni a hazaiak dolgát, és természetesen nekünk is lassan-lassan el kellene kezdeni gyűjteni a pontokat. Hogy ez sikerül a Puskáson, vagy nem, ezt nem tudom, de valószínűleg mindennek fogunk tenni érte. A háttérben már az új vezetőedző Dajka László tartja a tréninget a kisvárdai futballistáknak. Miért éppen őre esett a választás? Nagyon sok edző kollégát ajánlottak, menedzserek, voltak saját magukat ajánló vezetőedző. Nagyon sok szempontot kellett mérgelnünk. Voltak olyanok, akik külföldiek, Németországban dolgozó magyar állampolgár, voltak a keleti tagállamokban, korábban a szövetségi kapitányok kinti, még olyan edző is volt, aki a szovjet csapatban a magyarok ellen gólt szerzett, ragyogó pedigrével rendelkező edző. A legvégén azért döntöttünk a Laci mellett, mert magyar edző, azt a elképzelést,
amelyet mi szeretnénk, illetve csináltunk az elmúlt évben, és amely elsősorban az utánpótlásunkat határozza meg, azt ő szemléletével tudja vinni. Természetesen a szövetségtől is kértünk ajánlatot, lehetőségeket, megkértük a prósok listáját, megkérdeztük, hogy véleményük szerint ki milyen, de konkrét ajánlást tőlük nem kaptunk természetesen, aki érdeklődtünk, és a Laci elsősorban azért, mert az utánpótlás honnan az utóbbi időben tevékenykedett a Puskás Akadémiánál, az U18-nál, a Magyar Válogatottnál, az U21-nél, tehát erre is van rálátása, és az is az egyik elvárásunk, hogy már a második csapatunkban most a megye első osztály, a fiatalok lépül, hogy ott 17-18 évesek játszanak, azokat a játékosokat, akik potenciálisan később akár az élvonalban is szerepelhetnek, hozza föl, legyenek itt, most is itt vannak ugye már edzésen többen, és próbálj meg őket beépíteni, nevelje őket, és akkor képezzük a felnőtt futballra. Ezen kívül nagyon fontos tényező volt, hogy ő Kisvárdán indította el a karrierjét, ismeri a város, ismeri a közeget, neki ezzel már külön nem kell foglalkoznia, és nagyon szívesen mondott igent. Azt sem titok, hogy már neki is lett volna más ajánlata, Spanyolország felé kacsingatott, és az is egy előny volt, hogy a spanyol és a francia nyelvet ismeri, úgyhogy most már szinte teljes a repertoárunk, minden játékosod, mert a brazilokkal tökéletesen tud beszélni, megvan a kapcsolat, és az edzést ez nagyon nagy mértékben megkönnyíti, mert a Gabi segíti az orosz, az angolt, a Petan is pedig ugye az orosz, és így minden ideális, azt gondolom, a felkészülésünk tekintetében, és a Lacinak az eddigi munkáját figyelembe véve úgy gondolom, hogy amit megbeszéltünk, ő teljes mértékben tartja. 4 fordulót élt el a Kisvárdának, még nincs pontja, de nincs tragédia, hiszen nem lépett el senki nagyon a középmezőnytől hátrafelé tekintve. Lehet azt mondani, hogy ugye eddig a 4 élcsapat a tavalyi 4 első helyzete játszott a Várd, hogy a Várda számára új edzővel most kezdődik a bajnokság? Igen, mondhatjuk, de azért valójában nem így van, mert eltelt 4 forduló, és én sajnálom, hogy a Velemérnek búcsút kellett mondanunk, de nem is az eredménytelenség miatt, mert mondhatjuk a statisztika alapján, ugye utána se szereztünk pontot. Valóban 4 olyan csapat ellen, amelyik tavaly az első 4 pozíciót foglalta el, és ugye kupaindulók voltak. Ennek ellenére az elmúlt 2 mérkőzésen jelentősen változott a hozzáállás, jelentősen változott a fegyelem, és sokkal szervezettebb lett a csapat. Ezt is azt gondolom, hogy a szemléletváltásnak köszönhetjük, és ami nagyon fontos, hogy a Lacinak sem lesz könnyű dolga, mert azért ez az első osztály másabb, mint a korábbi években volt, amióta 15-16-tól 12 csapatos az első osztály, ha visszamegyünk és megnézzük, a feljutó csapatoknak nem sok babér termett, ugye folyamatosan kiestek, ráadásul az első évben az MTK ugyanúgy 0 ponttal kezdett, a második évben a felcsút 1 ponttal, és nem ilyen csapatokkal játszottak, de nem akarom, hogy ez most kifogás legyen és mentegetőzek, csak a tények kedvéért. Sokan szemünkre vetették, hogy miért nem tartottuk meg a csapatot. De nekünk kimutatásunk van róla, az első 11-12 játékos, aki a legtöbbet játszotta és a legmeghatározóbb volt, az itt maradt. Azokat engedtük el, akik cserepjátékosok, perememberek voltunk, helyettünk hoztunk olyan játékosokat, akik az elmúlt évben erősebb bajnokságokban szerepet kaptak, élvonalban, illetve néhány olyan játékost, akik azért áprilisban játszottuk utoljára, itt a brazilokra gondolok, és nekik időre van szükség a fizikai tökéletes állapotuk utolérésére. Ugyanakkor a kapuba 2 olyan, tehát 10 játékos hoztunk, 2 olyan extra kapusunk van, amely a magyar mezőnyben úgy gondolom, hogy bármely csapatnál a kezdőben kaphatna helyet. És a többi játékosok meg szép lassan kezdenek majd megszokni, kezdik megérezni a magyar stílust, azt, amit mi szeretnénk játszani. Azt, hogy eredményességben ez mikor lesz majd pozitívabb, azt nem tudom megmondani, bízom benne, hogy most olyan csapatok ellen játszunk, a Puskás, a Haladás, az MTK, a Diózsőr, akik talán hasonló szintet képviselnek, mint mivel valóban nem tudtunk még nagyon leszakadni tőlük, mert ők is szereztek sok pontot, talán nagyobb az esélyünk, tehát nyilván ők is ugyanezt gondolják, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzések elé nézünk. Az élmezőnyben szeretne végezni a következő bajnokságban a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák szerdán tartották szokásos szezon előtti sajtótájékoztatójukat. Szépen dolgozik a csapat, és nagyon örülök annak, hogy ez a 2 magyar igazolás, aki érkezett hozzánk, nálunk van, és a mi munkánkat segíti, és bízom benne, hogy a játékban is majd megmutatkozik ez az előrelépés.
lehet hallani átigazolási híreket. Tavaly is erős volt a piros csoport a szakemberek szerint, most talán még erősebb lesz. Hová érhet oda ez a csapat, mi a cél? Igen, úgy gondolom, hogy valóban még erősebb lesz a piros csoport, és a MAFC kiesésével, a piros csoportban való indulásával úgy gondolom, hogy még nagyobb rangot szerzett magának ez a piros csoport. Természetesen szeretnénk ott lenni az élmezőnyben. A MAFC-al eddig is küzdöttünk jó nagyokat, az Oroszlánnyal úgy szintén, úgyhogy nőttek a élesebb mérkőzéseknek a számai, de úgy gondolom, hogy a csapatunknak mindenféleképpen ott kell lenni az élmezőnyben. Két játékos érkezett A csoportból, de a csapat magja, sőt nem csak a magja, hanem az egész csapat együtt maradt. Ez már talán a harmadik év lesz, hogy ugyanazok a játékosok dolgoznak együtt, mekkora előnyt jelenthet ez abban a sportágban, amelyben gyakran nyarantra kísérülik az egész csapat. Mindenképpen előnyt kell, hogy jelentsen. Úgy kell, és ezt a játékosoknak is meg kell érteniük, hogy az eddig elvégzett taktikai munkára épülő dolgokat kell tudnunk alkalmazni. Kértük ebben az évben a játékosoktól, hogy ők is keressék annak a lehetőségét, hogy hogyan tudunk még jobban előlépni a taktikai repertoárunkkal. Úgy gondolom, hogy ebben a mai magyar kosárlabdázásban, ahol, ahogyan említetted, kicserülődik egy csapat, nekünk előnyt kell, hogy jelentsen az, hogy mi már bizonyos dolgokat megtanultunk. Szeretnénk változtatni, szeretnénk új dolgokat alkalmazni, de ehhez mindenféleképpen szükség van arra, hogy ezt a csapat játékosai is akarják, hiszen minden elemről be lehet bizonyítani, hogy miért nem működik, de én azt szeretném, hogy a játékosok azt akarják bebizonyítani, hogy miért működik. Egy légiós még hiányzik, mikorra válható, és milyen szempontok alapján választjátok majd ki? Bízom abban, hogy a bajnokság kezdetére itt lesz, de ha véletlenül nem érkezne meg, akkor sem fogunk olyan nagy kétségbe esni. A lényeg, hogy szeretnénk megnézni azt, hogy a felkészülési mérkőzések során hogyan mozog a csapatunk, szeretnénk megnézni, hogy hol lehet esetleg hiányos az a teljesítmény, amit szeretnénk, és akkor el fogjuk dönteni, hogy milyen posztra érkezzen. Úgy gondolom, hogy azért mindenféleképpen 2 méter fölöttinek kellene lennie azért, hogy a palánk alatti munkában még jobban ki tudja venni a részét, és a lepatanó harcokat nem szeretnénk elveszíteni ebben az évben, úgyhogy ehhez mindenféleképpen egy plusz erősítés még szükséges lenne. A felkészülés harmadik hetében jár a csapat, a tervezett légiós kivételével gyakorlatilag teljes a keret, a tervek szerint halad a munka. Igen, nagyon jó halad a munka. A játékosok szerencsére jó állapotba érkeztek vissza a nyári szünetről, és egyre keményebbek az edzések. Most már csapatedzések is vannak, de hát már öltött elleni játékok is. Pénteken pedig edzőmérkőzésre megyünk Szolnokra, és megnézzük, hogy hol tartunk. Szeptember közepén rajtol majd a bajnokság. Hány felkészülési meccset, tornát terveztek addig? Szeretnénk egy olyan 8-10 edzőmérkőzést játszani. Ezek még szervezés alatt vannak. Ugye pénteken megyünk Szolnokra, jövő héten szeretnénk menni Szlovákiára pár napra edzőmeccseket játszani. Az már biztos, hogy szeptember második hétvégén Miskolcon játszunk egy tornán, illetve le van beszélve már MAFC-al is egy edzőmérkőzésünk szeptember első hétvégén, úgyhogy egyelőre még ennyi. Szombathelyi nevelési játékosként Jászberényből kerültél az A csoportból Nyíregyházára, mi szólt a váltás mellett? Főként a játék lehetőséget tartottam szem előtt, Jászberényből is megkerestek, meg szerettek volna tartani, de úgy gondoltam, hogy mivel 2 évet már ott eltöltöttem, ezért most ideje váltani, és úgy érzem, hogy jól is döntöttem. Ilyenek az első benyomások, néhány edzésen már túl vagy a csapattársaiddal. Az első benyomások rendkívül jók, teljesen profi a klub, nagyon könnyen beilleszkedtem, hogy úgy mondom, ebben a társak is segítettek. Az edzések elég hosszúak, de nagyon jók, és ezen felül olyan technikai és szakmai dolgokat tanulunk, amik itt az elején nagyon jól jönnek. Mire számíthatok a szurkolók tőled, mi az erősséged, vagy mik az erősségeid? Úgy gondolom, hogy főként az egyik erősségem, hogy nagyon sok oldalú vagyok, több poszton is bevethető, és amit főként az erősségemnek tartok, az a dobás és a védekezés. A Nyíregyháza Tigers 6 játékos az Egyesült Államokban járt, ahol 2 táborban csiszolhatták tudásukat a magyar-amerikai focisták. Idén is sikerült részt vennünk a Hall of Fame Akadémia táborán. Azt tudom mondani, hogy a tavalyi 2 fő helyett most már egy jelentősen növelt létszámmal képviseltük Magyarországot. Tőlünk 5 játékos vett részt, illetve Fehérvárról jött 2 játékos még.
Úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt látni, hogy a srácok helyt tudtak állni ebben a nemzetközi mezőnyben. Idén már nem 38 játékos gyűlt össze, hanem a tavalyihoz képest most már 150. Úgyhogy egy sokkal nagyobb merítésből kellett kitűnniük a fiataloknak, és ez nagyon jól sikerült. Majd ezt követően a nyíregyházi játékosoknak leszerveztem egy olyan lehetőséget, hogy a Sacramentói Egyetem egyik neves edzőjével tudtak készülni Sacramentóban 3 napot, és ott is nagyon sokat tanultak a srácok. Reméljük, hogy ezeket a tapasztalatokat mind az őszi junior bajnokságban, mind pedig majd az októberben megismételt kempen, tehát az edzőtáborban Hollandiában is fogják kamatoztatni. Hogyan épül fel egy ilyen 3 napos program, hiszen említetted, hogy nagyon sok játékos vett részt ezekben a táborokban? Nyilván az ismerkedés egyében telnek az első napok, tehát vagy az első órák pontosabban, mert az edzőknek is fel kell mérniük, hogy milyen szintű az a társaság, aki a kezük alá került. Egy nagyon intenzív 2-3 napos tábor ez, és sokkal inkább a technikai alapokra helyezik a hangsúlyt sem, mint az NFL teljesítmény kicsi szalására, tehát nem elvárás, nincsenek elvárások a srácokkal szemben, hanem mindenkiből a hozzá mérten legjobbat szeretnék látni az edzők. Ez az edzői aspektust. Minden táborban vannak játékos megfigyelők, akik az amerikai egyetemekre keresik azokat a tehetségeket, akiket meg tudnak hívni, és Amerika keresi az európai tehetségeket. Szeretnék a sportágat terjeszteni, a sportág hírét öregbíteni Európában is, azáltal, hogy lehetőségeket biztosítanak a tehetséges fiataloknak, akár futball ösztöndíjakra, akár tanulmányi ösztöndíjakra. Úgyhogy a tábor lényegében egy ki nem mondott cél arra, hogy megmutassák magukat a tehetséges fiatalok. Természetesen a táborban vannak egy-az-egy elleni küzdelmek, pozíciók szerint vannak 7-7 elleni küzdelmek, csapatrészek szerint, és minden tábor végén az NFL edzők, illetve azok az edzők, akik már több mint 10-15-20 éve vannak a pályán, egy személyre szabott értékelést adnak ki az adott játékosról egyéni szinten, és ebből nagyon sokat lehet tanulni. Mekkora esélye van egy európai játékosnak, hogy bekerüljön az NFL-be, hiszen az Egyesült Államokban minden tanév végén 100 000 számra kerülnek ki középiskolából és egyetemről is az amerikai futballisták? Volt már el példa a közelmúltban, egy Moritz Böhringen nevezetű német fiatalembernek sikerült bekerülni a Minnesota Vikings csapatába, ugyanakkor ennek ellenére még mindig nem mondható megszokott dolognak, sajnos. Azt kell, hogy mondjam, és ahogy említetted, igen, nagyon nagy a verseny, viszont nem kellene feljátékosnak lenni ahhoz, hogy valaki európaiként megtanulja a sportágat profi szinten képviselni és űzni. Nagyon jó lehetőség az, hogyha valaki tanulmányi ösztöndíj keretében, vagy sport ösztöndíj keretében tud egy olyan egyetemre menni, ahol a sportágat magas szinten űzik, és azt a tudást hazahozva lehet itt még tehetségesebb fiatalokat nevelni. Említetted a hollandiai edzőtábort, ki kerülhet ki oda, és van-e még ennek a sorozatnak folytatása? Hollandiában nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, semmi extrát nem kell csinálni, egy-2 percnél nem hosszabb videót küldjenek nekem, ennyi a lényeg. Ha ez a videó elég ahhoz, hogy a kentoniak meghívják őket, akkor kapnak egy meghívót. Október 19 és 21-e között lesz ez Hollandiában, és ha ott jól szerepelnek a srácok, akkor valószínűleg meghívást kapnak majd szintén a kentoni táborra, vagy az évvégi All-American Bowl-ra Mexikóba. Említetted korábban a ősszel induló junior bajnokságot. A Tigers milyen kerettel, hogyan készül erre a sorozatra? U19-es korosztályban indulunk idén is. Az edzők már most dolgoznak a csapattal. Eléggé bizakodóak vagyunk, hiszen a létszám eddig igen stabilnak mondható, ami az elmúlt évekhez képest egy nagy könnyebbség, azt gondolom. Tehetséges fiatalokban idén sincs hiány, úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy főleg a HFL-ben már szereplő fiataljaink mellé még találunk egy jó pár tehetséges újoncot, és akkor elég szép eredményeket tudunk majd ősszel is elérni. A megyei foci bajnokságokban a hétvégétől teljesen nagy üzem, de ősszel rajtol a futszál és a női bajnokság is.
Női labdarúgás szinten a tavalyi évhez hasonlóan idén sem lesz sajnos felnőtt bajnokságunk, viszont ami örömteli, hogy utánpótlás bajnokságba több csapat fog jelentkezni, illetve adta be a jelentkezését. Ráadásul két korosztályt is fogunk tudni indítani most először. Utánpótlás szinten az U15 és az U19-es bajnokságot is el tudjuk indítani. U15-be 10, U19-be pedig 5 csapat adta be a jelentkezését. Szeptemberre fog majd indulni mind a két korosztályban a bajnokság, és mind a két korosztályban bajnoki rendszerben fognak mérkőzni egymással a csapatok. Ami örömteli, hogy mind a két korosztályban azért olyan egyesületek jelentkeztek, amely úgymond beteríti a megyét, tehát nem nagyon van fehér folt a megyébe. Magyarán, ahol a megyében van bárhol olyan kislány, aki szeretne futballozni, akkor nagyon közel a szülőfalujához talál olyan csapatot, ahol tud is futballozni, és hát mondom, U15-ben az itt 10 csapat jelentkezett, úgyhogy ez egy elég komoly bajnokságnak néz ki. A 19-es korosztályra pedig először jelentkeztek csapatok. Reméljük, hogy jövőre, illetve két év múlva majd itt is többen fognak jelentkezni. És ami szintén örömteli, tegnap volt egy női megbeszélés, hogy igénylik a csapatok, a csapatvezetők és a lányok is, hogy télen nem csak egy-egy tornát szervezzük, hanem részükre is az egész télen legyenek mérkőzések. Ezért itt az igazgatóságon a női szakák vezetője, Papp Ferenccel egyeztettek a csapatvezetők, és úgy döntöttünk, hogy a téli holt szezonban nekik is indítunk futsalbajnokságot, mind az U15, mind pedig az U19-es lánycsapatoknak. Az elmúlt szezonban a magasabb osztályban szereplő futsal csapatok kivételével a megyebeli csapatok a regionális bajnokságban szerepeltek, plusz utánpótlás gárdák is indultak. Most mi a helyzet? Ugyanez a helyzet. Tavalyi évhez hasonlóan szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapta meg, hogy az úgynevezett régiós felnőtt bajnokságot, ami az NB3-as szintnek felel meg, az északi területet, az ország északi területének a lebonyolítását mi szervezzük. Ez azt jelenti, hogy Hajdú, Borsod és Szabolcsi csapatok hozzánk jelentkeznek, és most már le is zárult a nevezés határidő. 12 csapattal fog elindulni idén az NB3-as északkeleti régiós futsalbajnokság. Ugyanúgy tervezünk, mint a tavalyi évben, tehát szeptember utolsó hetében, vagy október első hetében indul majd el a bajnokság. Bajnoki rendszerben természetesen itt is előre láthatólag december közepéig tart az őszi szezon, és január közepén már indul a tavasz, azért, hogy április elejére, közepére azért végezzünk is a bajnokságba, hiszen pont amikor április-májusban jön a nagypályás szezonnak a vége, akkor ne legyen túlterhelés a játékosoknál. Utánpótlás vonalon mi a helyzet? Utánpótlásra még most írtuk ki az U17 és az U20-ra a fiúknál a jelentkezést. Nagyon bízunk benne, hogy a tavalyihoz hasonlóan mind a két korosztályban közel ilyen 10-12 csapat fog jelentkezni. Augusztus 30-ig még a jelentkezést megtehetik. Reménykedünk benne, illetve az előrejelzés alapján a két korosztályban megint egy ilyen 20-22 csapat jelentkezése várható. Elkezdte a felkészülés a Nyíregyházi kosársuli. Az NKS augusztus végén rendezi majd meg hagyományos tornáját. A junior és az amatőr NB1 kezdett el dolgozni, a kadett és a serdülő. A kisebbek, a gyerekengúr és az előkészítő csoport, azoknak ilyen lehetőség adott, hogyha van kedvük, akkor bejöhetnek és mozoghatnak. Tehát őket egy összevont formában próbáljuk. A többiek azok egy ilyen 5 edzés után egy pihenővel mennek. Ez különbözőképpen van bontva, tehát a délelőtti edzések azok inkább egy ilyen keményebb erőléti edzés jellegűek, és a délutáni az a labdás irányba tolódik el. Két hétig ebben a rendszerben dolgozunk, utána már elkezdik a felkészülési tornákat, amellett ugye az edzések is mennek tovább, amelyik korosztály éppen nem utazik, akkor azzal dolgozik tovább. Az erőléti részt azt Gábor állítja össze, a kosárlabda részét pedig mindenki a saját maga felelős az edzőink közül, és ennek megfelelően próbálunk felkészülni a bajnokságra, aztán megpróbálunk belőle mindent kihozni, amit csak lehet. Azt az előző szezon végén tudtuk, hogy a felnőtt csapatnak lesznek távozói, mennyire fogyatkoztatok meg, akár felnőtt, akár utánpótlás szinten. A felnőtt játékos, hogy úgy veszük, nem sok távozott meg, 2, de a 4-ből 2 az már sok, tehát az azért 50%-os csökkenés, és ugye nekünk a 2000-eseink is végzős 2000-esek voltak, tehát ugye ők is sikeres felvételit tettek, és ők is tovább tanulnak. Nekünk a 4 ember hiánya is nagyon sokat jelent, főleg azért, mert ugye az utánpótlás korú játékosokra nagyobb teher nehezedik. Próbálkoztunk azzal, hogy esetleg tovább tanulásra játékosokat hozni, de nem egyszerű. Tehát annyira Pest-orientált a tovább tanulóknak a létszáma, hogy nagyon nehéz vidékre bármilyen gyereket is hozni. Ettől függetlenül azért vannak érkezőink, mert Úzdról 4 játékos az, aki érkezik hozzánk utánpótláskorba. Reméljük, hogy ez tendencia lesz, és akkor a
a kisebb egyesületekből esetleg ugye fejlődést látnak abban, hogy a Nyíregyházához csatlakozzanak, és ebből még valamit ki is lehet hozni. Nehéz lesz. Hát ez az évünk ugyanolyan nehéz, mint az előző év volt. Abba bízunk, hogy ha esetleg a mostani 2001-eseink megmaradnak, és nem adják abba a kosárlabdát bármilyen ok miatt, tehát legyen az tanulás vagy sérülés, akkor a következő évünk már könnyebb lehet, mert ugye ezek a játékosok jövőre már nem játszanak utánpótlás, és akkor csak az amatőr NB1-re kell koncentrálni, és ezzel mindegy, hogy van-e 5-6 játékosunk, akinek csak felnőttet kell játszani, vagy két játékosunk van per pont, aki felnőttet játszik, és mindenki más utánpótlás, tehát nagyon nehéz, nagyon okosan kell velük sakkoznunk, hogy ne terheljük túl őket, és egy a tanulásra vására nem menjen, kettő nehogy olyan sérüléseket szedjenek össze a túlterhelés miatt, hanem a későbbiekben gondot és problémát okozhat. Említetted a felkészülési tornákat, hányat tervezek, lesz a saját rendezési torna? Zarakarosra utazunk le mind a három korosztállyal, ott egy háromnapos torna van, ugyanúgy egy 6-7-8 csapatos, attól függ melyik korosztály, ugye ott is ilyen csoportmérkőzésekből fogunk tovább menni. Mi szokásos tornánkat augusztus végén rendezzük, ahol a három korosztályban, a serdülők adett és junior korosztályban 6-6 csapat részvételével rendezzük. Itt első nap egy meccs, második nap kettő, harmadik, negyedik nap egy-egy mérkőzés, és így azért van arra mód is lehetőség, hogy a részvevő csapatok akár a videófesztivált kilátogassanak, vagy akár ugye a Nyíregyháza nevezetességeit megnézik, ki tudjanak menni Sóstóra egy kicsit szétnézni. Hát próbálnánk úgy megoldani ezt az egészet, hogy ne csak a sporté legyen a hangsúly, hanem valamilyen szinten barátságok szülődjenek és ismerkedjenek a környezettel is, ami itt bennünket körülvesz. Van, aki a munkahelyén, van, aki otthon, van, aki esti randonizál ezekben a napokban. Ti itt a tornacsarnokban mennyire esett jól elkezdeni a felkészülést? Igazság szerint én egy kicsit korábban kezdtem öcsémmel már a munkát, pontosan azért, ugye, mert tavaly ilyenkor még úgy álltam itt, hogy a kisfiamat vártam. Ettől függetlenül ez minden évben erről szól. Én megmondom őszintén, vártam is, új kihívásokkal nézünk szemben az idei évben. És ettől függetlenül, miután már hozzászoktunk, mi nem úgy veszük ezt, hogy hű, de meleg van itt a csarnokban. Az eddigieknél is több fiatal lesz a csapatban, és hiányozni fognak mellőled a rutinosabb játékosok, azaz minden bizony még nagyobb szerep hárul majd rád. Hogy készülsz erre? Én várom ezt az évet, megmondom őszintén, és a lányoknak is ezt mondtam, valóban fiatalok vagyunk, szerintem ennyire fiatal csapatunk még sosem volt. Ettől függetlenül mindennek örülni fogunk, tehát egy jól kivédekezett támadásnak, akár a lepattanónak, bárminek. És azt gondolom, hogy ezzel az évvel a lányok nagyon sokat fognak tudni fejlődni, és bízom benne, hogy a következő évben már ők lesznek majd a meghatározó játékosok, akik mellé a fiatalabbakat be tudjuk építeni. A felnőtt csapatban a pályán igyekszel majd a NKS sikeréért tenni. Melyik korosztály mellett dolgozol edzőként? Jelenleg a serülő csapat mellett leszek másodedző, pontosan azért, hogy még a kisfiammal is lehessek, illetve valamilyen szinte még én is tudom ugye ezért ezt a szakmát. Egyelőre gyerekkorosztálynál fentebb még nem mentem, úgyhogy nem is szerettem volna még elvállalni ilyen korú gyerekeket, illetve lent az előkészítő csoportnál, kengurunál gyereknél, ahol tudok, nyilván segítek. Az Apácaiban remélhetőleg továbbra folytatódik a kosárlabda, és ott a Fekete Dórival együtt csináljuk majd közösen a munkát. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!